Mit kellene? Mit szeretném. Fogadja a vevőt Doszpod Andrásné, tolnai zöldségtermesztő. A vásárló, akit jól ismer a házaspár, rövidesen néhány kedves mondattal és egy doboz paprikapalántával távozott. A férjem volt az első, aki itt a kertészetet csinálja, tehát a saját házunkban, a kertben. 1984-ben ő főállású őstermelő lett, és eleinte még a szülei és a nagyszülei segítettek neki. Akkor én még másik munkahelyen dolgoztam, mikor a gyerekek megszülettek, akkor utána már besegítettem én is, tehát folytattuk ketten közösen a munkát, és tulajdonképpen 1995 óta már csak ketten csináljuk. Tehát amit ketten. Pontosan? Hát először is palántákat, amikor a tavaszi munkák ugye megkezdődnek, akkor a legelső az a palántázás. Később már ugye mi is ültetünk, tehát azokból a palántákból egy részét eladjuk, és akkor a saját része meg hát amit fel tudunk használni, meg a piaci értékesítésre, amit megoldjuk. Ebben a kertészetben csak a palánta előállításához fűtik fel a sátrakat. Két üvegház van, az egyikben ott, ahol kelesztés működik, akkor utána a másikban, amikor már a nagyobbak vannak, és akkor lent a többi fóliában pedig fűtött fóliák vannak, ott meg a palánta nevelés történik. Paprika, paradicsom, padlizsán, zeller és saláta. Ilyen palántákat nevelnek, és különböző zöldségeket termesztenek a tolnai kertészetben. Ezek közül is számos fajtájú zöldségterem a Doszpod házaspárnál. A férjem az ezt tanulta, tehát ő neki kertésztechnikus a szakmája, és akkor hát így maradt. A koronavírus átváltoztatta a termelést. Karfiol helyett a hosszabban eltárolható édeshagymát termesztenek. Annyiban változtatunk, hogy tehát ilyen gyorsan kell, hogy eladjuk a növényeket, például egy karfiolnál, hogyha elkészül, ott általában, mit tudom én, 300 darab karfiolt, azt el kell tudni adni két hét alatt. Na most ez a tavaly évben megmutatkozott, hogy nem működik azért annyira, és akkor így megpróbáltunk olyan termékeket csinálni, amit hosszabban eltartható, például hagyma. Mert azt eladhatom egy hónap múlva is, tehát nem kell két hét alatt nekem túladnom rajta. Uh-huh. És sajnos a pandémiát ezért kellett változtatni. A hideg idő is befolyásolja a munkájukat. Jelenleg most ugye a pandémia miatt a palánták, tehát az, aki eddig még sose csinálta, az is csinálja. Nem 8 órás munka. Ha én elmondom, hogy milyen korán ébredek, akkor nekem 6 órára már kész az ebéd. Tehát akkor utána, amikor kivilágosodik, akkor utána jövünk le a kertbe, dolgozunk, és ugyanúgy, mint egy más a munkahelyen, csak mondjuk itt nem 8 óra a munkaidő, hanem hát ameddig azt a folyamatot meg kell, hogy csináljuk. Most van olyan nap, amikor 10, van olyan, amikor több órát dolgozunk, tehát azért ez sok, nagyon sok, főleg amikor az értékesítés működik, már ugye akkor a szexádi piacra is el kell menni, és akkor már 2:30-kor ébresztő. A férjem az általában itthon van, mert ő ugye rendezi, hát öntözni is kell, meg minden, a palántákat, és én meg ott vagyok egyedül értékesíteni. Mindig azt kérdezik tőlem, hogy mi a jó palánta titka. Hát először is a jó fémzárolt vetőmag. Tehát azért azon nagyon sok múlik, hogy minőségi vetőmagot vegyen valaki, és akkor, mikor elveteményezzük, akkor körülbelül egy olyan két hét, hát attól függ, hogy milyen növények vannak, tehát van, amelyiknek hosszabb a kelési ideje, van, amelyiknek meg kevesebb. A kelést azt nagyon magas hőfokon, tehát közel a 30 fokhoz kell biztosítani, mert akkor fognak gyorsan kibújni a földből, és amikor már ugye kikeltek a palánták, akkor ugye kis poharakba vagy cserepekbe azt át kell tűzdelni. És amikor áttűzdeljük, akkor ugye átkerül a nagyobb fóliába, és akkor onnantól kezdve már meg csak növekedni kell. Na de ez nagyon hosszú folyamat, mert mire egy paradicsom palánta érik, tehát a vetéstől számított érés, az körülbelül olyan 3,5 hónap. Tehát azért itt 2 hónap a palánta nevelés, és akkor még majdnem 2 hónap, amíg hát kiültetik az emberek. Mi
mire minden palántát, ugye elrak az ember, hát körülbelül 1000 darabot meg lehet csinálni, de ugye ahhoz a kockákat elő kell készíteni, a földet bekeverni, abba a földbe, mert balti tőzeget is használunk, és sükörzsről hozunk még másik fajta tőzeget. Trágyát teszünk bele, műtrágya is kerül bele, tehát tartós műtrágya, ami 3 hónapig biztosítja a növénynek a növekedést, és akkor hát ugye a kockákat elő kell készíteni, akkor abba betűzdelni, hát mondom, olyan 1000 darabot lehet megcsinálni egy nap, és közben öntözni, közben földet keverni, szóval sok-sok minden összetevője van az egésznek. És miközben teremnek a hatalmas paprikák és paradicsomok a sátrakban, a házaspár cicája garázdálkodik a kertben, a cinege pedig újabb tojását rakja le a számára kirakott fészekbe. A természet és állatszeretet tehát kézzelfogható a Doszpot kertészetben. Doszpot Andrásné azt mondja, nem tudja másként elképzelni az életét. Hanem gyönyörködök benne, amikor elkezd virágozni, meg mikor az első termések megvannak, hát ugye a gyerekek is nagyon szeretik, aztán mindjárt leszedjük, azt lesük, melyik mikor érik, úgyhogy ez az igazi.